Hajnal Miklós már itt is van a stúdióban, hogy említettük, jó reggelt kívánok a Momentum jó szóvívője. Azért volt egy be nem fejezett, vagy egy fél mondat, lehet, hogy ez pont belecsúszott az adásba, hogy mit tetszett mondani? Én félmaratonon voltam nem olyan régen, szeptember elején. Én is szeretek futni. Tehát ön is szeret futni. No. Hát azért rá kell ezekre készülni. Rá. Hát már az háromszor annyi, rá, mint amit te futottál, de készületlenül, úgyhogy le a kalappal. Köszönöm szépen ezt a biztatást. Ellenben, hogyha ennyire fegyelmezett ön, mint ugye sportember, akkor miért nem tetszenek ott tartózkodni azon a címen, ahol önöket tulajdonképpen hivatalos szerveknek, vagy bárkinek, például én is, hogyha meg szeretném... Bocsánat. Keresni önöket, mert éppen olyan napon van, és nem találnám meg magukat az adott címen. Van címük? Ez egy nagyon jó kérdés, ott meg lehet minket találni egyébként, tehát a Rózsa utca 22-ben, a 7. kerületben van egy pince, ahol a Momentumnak van egy csodálatosan berendezett helyisége. Az hivatalosan a pártnak az a telephely, vagy székelye? Vagy és miért nem tud erről az állami számvevőszék? Én azt gondolom, hogy ezt tudniuk kéne, mivel ez fenn van az adatbázisokban. Egyébként tehát meg lehet minket keresni postán is, van postafiók, e-mail cím. Én azt gondolom egyébként, hogyha akarják valószínűleg a telefonszámunkat is, ki tudják deríteni, nem olyan nehéz. Szóval tényleg csak üzenni tudom az állami számvevőszéknek, hogy csorogjanak ránk. Nem kicsi a tét egyébként, mert ha 15 napon belül írásban tájékoztatják az állami számvevőszéket az elérhetőségükről, akkor újra megkaphatják a költségvetési támogatást. Tehát lehet, hogy ennek az egésznek, ami mi most itt viccelünk félig, meddig nincsen végül is semmi jelentősége. Rendbe fogják ezt hozni? Hát én nagyon reménykedem, hogy nem mondják meg tőlünk az állami támogatást. Ez azért egy elég nagy érvágás lenne a Momentumnak. Mert hogy a nézők kedvéért erről van szó. Tehát ez a tétje annak a dolognak, hogy miért beszélünk a Momentum címéről. Csak azért, hogy igazoljuk egyébként Hajnalúnak az állítását, én most gyorsan a keresőbe beütöttem, hogy mi a Momentum pártnak ugye a székhelye, és amit tényleg kiadja kapásból a harmadik találat, itt székhely 7. kerület, Budapest Rózsa utca 22. El ne felejtsék a számvevőszéket írásban tájékoztatni erről a címről, amit most a Robi megtalált. Mert meg is kerestük őket, és folytatjuk el. Lehet ám, hogy náluk nincs számítógép vagy net. Valami ilyesmi lehet esetleg, de levelet kapnak. Telefonon is hívtuk őket, szóval rajta. De vannak az önök környékén nagyobb gondok is, mert például megtévesztőek a plakátok. A választási bizottság szerint a Fidesz-KDNP jelöltjének a választási esélyei csökkentik az önök plakátjai. Hát akkor ez nem a mi bajunk, hanem a Fidesz baj. Mesélj el, mi történt, hogy a nézők is értsék, mert megint egy picit tudott viccelünk, mint ami a tények. Szombathelyen ugye időközi választás lesz hamarosan, és mi ott a közös ellenzéki jelöltet támogatjuk. És ennek keretében úgy gondoltuk, hogy érdemes megemlékezni arról, hogy természetesen ilyenkor a fideszes jelölt bemutatja, hogy milyen fejlesztések zajlanak, vagy fognak zajlani a városban, de arra is fontos megemlékezni, hogyha már ott van egy Fidesz országgyűlési képviselő, hogy milyen fejlesztések nem történtek meg, és mi erről készítettünk plakátokat, és ez nem tetszik most éppen a helyi választási bizottságnak. Van egy fontos kérdés, ami szerintem valószínűleg, hogy sok jobboldali gondolkozású emberben felmerül, hogy az ellenzék, beleértve természetesen önöket is, miért nem adják fel? Tehát miért nem mondják azt, hogy nem sikerült április 8-án sem, úgysem fog sikerülni, nincs összefogás, a támogatottsága szinte minden ellenzéki pártnak alacsony, de folyamatosan azért olvad. Nekünk volt egy kampányunk most nem olyan rég, ami egy teljes mértékben momentumos kampány volt, itt egy kőbánya időközi választás volt pont ebben a körzetben. És én leginkább azt tudom mondani, hogy ott kikaptunk a Fidesztől, 53%-ot kapott a Fidesz, a momentumos jelölt 44-et. És ennyire jó eredményt a Momentum még sosem ért el, és azért nem kapunk ki, mert hogyha azt látjuk, hogy egy 3%-os országgyűlési eredményt elérő párt is képes 44%-ot megmozdítani, ami egyébként Kőbányán a legjobb eredmény volt, amit elértünk már az utóbbi években is. Ellenzéki képviselő ennyire jól még nem szerepelt a Fidesz-szel szemben, akkor igenis van remény arra, hogy ezt a 9%-os lemaradást behozzuk. Tehát mi ezért dolgozunk, azt látjuk, hogy ebben megvan bennünk is a potenciál, én szeretném azt látni, hogy a többi pártban is meglegyen, nyilván minél több erős ellenzéki párt van, annál jobb a helyzet. Azért máshol szerintem most nagyobb káosz van, mint nálunk. Nézzük meg a lapokat. Népszava, fenyegető állami oltalom, egészen elképesztő történet, Magyarország egyik legfontosabb, legjelentősebb és legmegrázóbb története. Évente több ezer családot szakítanak szét anyagi okokból. Ez egyébként
a gyerekvédelmi törvénybe ütközik, és szerintem alkotmányellenes is, gondozásba veszik a szegények gyerekeit sokszor a törvényi tiltás ellenére. Engem azért érdekelne, Hajnal úr, az is, hogy a Momentumnak van-e kialakított álláspontja, véleménye a Jobbikban zajló eseményekkel kapcsolatosan. Ezért a Jobbik valóban azért most már hosszú-hosszú hónapok óta olyan, mintha nem találná tényleg az utat, vagy a saját útját, és ön például kifogásolja azt, hogy ők ezt erről a néppártosodási útról, mintha letértek volna, és mondjuk nyitnak az LMP, lehet, hogy akár önök felé is. Hát szerintem fontos mindkét kérdésről beszélni. Az egyik, én azt gondolom, hogy a család kérdése azért nagyon fontos, mert a Fidesz ezt mindig azért a lobogóra tűzi, ugye idén is elvileg a családok éve van. Ugyanakkor azt látjuk, hogy még ez sajtótájékoztatók meg rendezvények szintjén valóban megnyilvánul, és rengeteg rendezvényt tartanak családoknak. Amikor hatósági gyakorlatokat veszünk figyelme, vagy törvényeket veszünk figyelembe, azért jó kérdés, hogy mi számít a Fidesz szemszögéből a családnak, és az ő család definíciójuk az, én azt gondolom, hogy egy kicsit szűk, és egy kicsit szigorúan értelmezik ezt az egész kérdést, és ez vezethet ilyen tragikus történetekhez is, ez vezet olyan tragédiákhoz, mint a kilakoltatások esete is, és ezeknek igazából én azt gondolom, hogy képmutatása vége, tehát ki lehet tenni a lobogót a Budapest hídjaira, hogy családok éve van, de akkor, amikor ilyen hírekkel szembesül az ember, meg olyan videókkal, hogy tényleg erőszakkal választanak szét családokat, visznek ki családokat a lakásokba, akkor azért ezt nehéz elhinni. A Jobbik helyzete, én azt gondolom, hogy két problémája van a Jobbiknak. Az egyik az egy pénzügyi probléma, a másik egy stratégiai kérdés. A stratégiai kérdésben azt hiszem az ellenzéknek abból a szempontból közös a problémája, hogy mindenképpen másképp kell csinálni a dolgokat, mint ahogy eddig csináltuk. A pénzügyi kérdés az reméljük, hogy a Jobbik is meg fogja tudni oldani, és nagyon reméljük, hogy a Momentumot nem fogja érinteni. Ugye azt látjuk, hogy az állami szemüveszék most már gyakorlatilag az összes pártnak utána megy, kivéve a Fidesz. Én nagyon bízom abban, hogy egyszer a Fidesznek is megérik egy ilyen vizsgálat. Hadd kérdezzek valamit öntől az LMP-vel kapcsolatban. Volner János úgy fogalmazott, nem szeretne Schmidt Mária és Ungár Péter fizetési listájára felkerülni. Ő mit gondol arról, ami az LMP-ben zajlik? Hát az LMP-ben zajló folyamatok azok, én azt gondolom, hogy megrendítőek abból a szempontból, hogy voltak olyan politikusok, akik elképesztően kemény munkát végeztek az elmúlt években. Gyakorlatilag az LMP legjobb eredményét ért el szavazók szempontjából, több mint 400 000 szavaztak az LMP-re idén, és ez nagyban köszönhető Hatházi Ákosnak, Szél Bernadettnek, és ezeket az embereket ez a párt gyakorlatilag kevesebb, mint fél év alatt elvesztette. Én azt gondolom, hogy elvesztette, vagy kilökte magából? Én azt gondolom, hogy ez egy nagy közösség, és lehet, hogy voltak bizonyos konfliktusok felsőbb szinten, de az a 400 000 szavazó, ez biztos, hogy elvesztette. Tehát nem az a 400 000 szavazó lökte ki a közösségből Szél Bernadettet, vagy Hatházi Ákost. Nem is rájuk gondoltam, hanem a párt jelenlegi vezetésére. Lehetnek olyan belső konfliktusok, amik gyakorlatilag ehhez vezettek. Én nem gondolom, hogy önszántukból távoztak volna ezek az emberek, de ezt ők tudják a leginkább megmondani. Viszont, hogy Volner János pontosan hogy értette ezt, azt őtőle fogjuk most megkérdezni. Köszönöm szépen, hogy ön is reflektált erre is, és hogy itt volt velünk lapszemlézni. Köszönöm szépen.